Szeretettel köszöntök mindenkit Jézus Krisztus nevében, vasárnap délután, folytatva Istenünk igének a tanulmányozását, a bizonságtétel témakörbe, a Jónás prófétának az első részét, Jónás próféta könyvének az első részét fogjuk majd olvasni, már lehet előre kikeresni, amikor együtt olvashatjuk mindezt, most pedig forduljunk a mi mennyei atyánkhoz. Kérjük az ő segítségét, az ő áldását és jelenlétét. Menj, édesatyánk, most ismét eléd jövünk. A délelőtt után most szeretnénk a délutánban is a te jelenlétedet, a te áldásodat kérni. Hiszen ez a mi segítségünk. Ezért lehetünk itt. Szeretnénk megköszönni neked azt, hogy jelen vagy közöttünk a te szent lelked által. Szeretnénk megköszönni testvéreinket, akikkel együtt dicsérhetünk most téged, amikor éneklünk, amikor imádkozunk, amikor hozzád fordulunk. Uram, jó vagy és igaz, hatalmas és dicsőséges. Uram, a te árnyékodban, a te védelmedben szeretnénk élni. Megízlelni, hogy jó az Úr, jó vagy hozzánk, minden nyomorúság között is. Köszönjük ezt az alkalmat, ezt a lehetőséget az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Jónás próféta könyvének az első részénél nyissuk meg a Bibliánkat, és fennállva kövessük majd Istenünk igéjét. Jónás próféta könyvének első része, ennek az első versétől így hangzik Isten igéje. Így szól az Úr igéje Jónáshoz, Amitaj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarzisba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarzisba készült, kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarzisba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy a hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban lévő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt mély álomba merülve. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenedhez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak, gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá, mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik, héber vagyok, az Urat, a mennyistenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül. Mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki. Hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle, mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik, fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Az emberek azonban igyekeztek visszaevezni a száraz földre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Akkor így kiáltottak az Úrhoz, jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket az ártatlan vér, mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe, a tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmat tettek az Úrnak. Dicsérünk téged, Urunk, az igéért, a küldetésért, dicsérünk azért, mert van szavad hozzánk és ehhez a világhoz. A te kegyelmed nem szűnt meg. Nem lett vége még annak az örömhírnek, amelyet hirdethetünk. Köszönjük, hogy eljut egészen a szívekig, és te ebben akarsz használni bennünket. Áldott légy ezért.
az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Adja az Úr, hogy az egész életünk egy ilyen hálaadás legyen. Olyan, amiben kedvét leli az Isten. Letekint rám, és látja azt, hogy dolgozom, és közben ott van a hálaadás az én megváltom felé, a hű bárány felé, aki mindent megtett értem. Ott feszültségek is előkerülnek, amit meg kell oldani, és közben rám tekint, és látja, hogy az ő békessége mégiscsak velem van. Kész vagyok felülemelkedni a haragomon, a neheztelésemen, az előítéleteimen, azokon a gondolatokon, amik elválasztanak bennünket egymástól, a testvéreinktől, amiről délelőtt is szó volt, hogy nem tehetjük meg ezeket, hogy megtűrjük az életünkbe. Büszkeségből, és azért, mert tartjuk valakire magunkat, valaminek magunkat, nagyon sokszor megengedjük ezt, hogy elítéljük és megítéljük a testvéreinket. Jézusnak erről elég határozott véleménye volt, és elég egyértelműen tanított, hogy mit is kell nekünk tenni a testvéreink szálkáival, meg problémáival, meg bűneivel. Kell segíteni, csak nem úgy, hogy közben én ítéletet akarok tartani felette. Arra az Istennek van joga. Nekem egyetlen feladatom van, egyetlen egy dologgal tartozom, azzal pedig tartozom. Az, hogy szeressem a testvéremet. Ha ezt nem teszem meg, akkor ne húzzam ki magam, ne legyek büszke magamra, és ne legyek nagyon jó baptista hívő ember. Mert nem vagyok az. Csak akkor, ha az Isten szeretete ott él bennem. Egyébként szégyenkeznem kéne, meg az Úr sem hiszem, hogy gyönyörködik bennem. De az a csodálatos, hogy Isten szeretete tényleg kiárad közénk. Van olyan, hogy elbukunk, meg neheztelünk, meg talán ítélkezünk is, de van lehetőség a megtérésre. Jónás prófétának a könyve, és maga az ő hirdetése, az ő szolgálata is való erről szól. Elküldi ő az ő úr Ninivébe, hogy prédikáljon, mert eljutott a gonoszságnak a nagysága már az Úr elé, hogy közvetlenül szólt, és elmegy Ninivébe majd később Jónás, ugye tudjuk, hogy egy kitérő után, amit most olvashattunk, és hirdetik nekik, hogy el fog pusztulni Ninive. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Hát ez ezt a örömhír. Olyan, ami talán segít másokon. De ez volt az Úr igéje. De miért mondta ezt Jónás? Illetve miért kellett Jónásnak ezt hirdetnie? Hogy tudjon mindenki Ninivében arról, hogy az Úr ítélete van? Nem. Az Úr szava mindig azért szól, hogy még legyen lehetőségem arra, hogy megváltozzak és megtérjek. Amíg szól hozzám az Isten szava, az Isten igéje, akkor, amikor olvasom a Bibliát, amikor a testvéreim bizonságtételét hallgatom, vagy beszélgetek velük, vagy éppen az ige hirdetését, akkor az azért szól hozzám, hogy fölemeljen, megerősítsen, vagy éppen megtérésre, megújulásra biztosan. Ninivének adott még egy esélyt az Úr, azzal, hogy oda küldte Jónást. És Ninive élt ezzel a lehetőséggel, később Jézus példának állította őket. Elmondta, hogy itt van ez a nemzedék, aki engem hallgat végül is, az Úr Jézus Krisztus, az Isten fiát. És mégsem tértek meg. Ott volt Jónás, egy olyan prófét, aki engedetlen volt, erről olvasunk most, erről olvastunk most, aki egyáltalán nem akarta azt, hogy a niniveiek megtérjenek, sőt, el is mondja az Úrnak nagy haraggal és bosszúsággal, hogy Uram, tudtam, hogy te kegyelmes Isten vagy. Tudtam azt, hogy azért küldesz engem oda, és azért kell ilyet hirdetnem, hogy megtérjenek ezek az emberek. De én nem akarom. Én nem is akartam, ezért menekültem előled. Ezt ő maga mondja. Azért akartam először is Tarzusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú és nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Ilyen Istenünk van. Jónás is tudta, csak néha ez bosszantó. Mert velünk kapcsolatban az csodálatos dolog, hogy az Úr irgalmas és szeret bennünket.
az fantasztikus dolog, hogy elfogad bennünket, megbocsát. A legmélyebb helyzetből is kiemel. Jó, de ezt a másik embert is, akit én megvetek, akinek az élete nekem nem tetszik, még rajta is tud segíteni. Hát ő nem érdemli meg. Nem érdemli meg, annyi rosszat tett. De az Isten nagyon jól tudja, hogy az ő szeretete nem rám korlátozódik. Nem csak engem szeret az Úr, hanem azokat is, akik körülöttem vannak. És ezzel a szeretettel, erről az irgalommal, ezzel a kegyelemmel szeretne bennünket elküldeni, mint ahogyan Jónást is, hogy hirdethessük az ő igéjét. Ugye énekeltük azt az éneket, amely meg volt egy mondat, hogy te hátat soha nem fordítanál. Ez tényleg így van. Erről tesz bizonyságot az Isten igéje, hogy az Úr nem fordítana hátat nekünk. Mi igen. Ezért van szükségünk a megtérésre. Csodálatos kifejezése a hébernek a megtérésbe azt jelenti, hogy megfordulok. Eddig az Istennek háttal voltam, most pedig megyek az Isten felé. Megtérek, oda megyek most az Úrhoz, a mennyei atyához. És ő azt mondja, hogy ha mi hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű fog maradni, mert önmagát meg nem tagadhatja. Ezért van még reménységünk. Ezért élhetünk, mert egyébként már rég el kellett volna vetni engem az Úrnak, mert annyiszor voltam hűtlen és engedetlen az ő szava és az ő igéje iránt. De most is hív bennünket. Arra, hogy az életünkben tényleg természetes legyen a bizonságtétel. Egy prófétától, mint Jónástól talán ezt el is várnánk. Ez a szolgálata, ez a munkája. Proféta, tehát az Isten igéjét hirdesse. És tényleg úgy is volt, olvasunk Isten igében arról, a Királyok második könyvében, hogy Jónás profétált is. Megprofétálta, hogy Isten megáldja az ő népét, Izraelt, újra kiszélesíti a határait. És ez a profécia beteljesedett. Hú, ezek nagyon jó dolgok. Olyanokat hirdetni, hogy bőség lesz. Áldás lesz. Reménység lesz. Ezeket szeretjük, és az ilyen dolgokban készek vagyunk engedelmeskedni is az Úrnak. De amikor kellemetlen dolgokat kér tőlünk, olyan, amiben nekünk is bele kell tenni magunkat, és olyan, amit nem szeretnénk, na olyankor van, hogy úgy elengedjük a fülünk mellett, amit az Isten mond. Nézzük is meg Jónással, mi történt. Isten egyértelműen megszólította Jónást. Ez azt jelenti, hogy Jónás tudott figyelni Isten szavára. Hallotta azt, hogy mit mond neki az Úr. Na ez már nagy dolog. Én azt hiszem, de hát erre hívott el bennünket, ami megváltunk. Hogy ismerjük és halljuk az ő szavát. Hogy is van, hogy akik az én juhaim, azok hallják az én hangomat. És követnek engem. Hallják a hangomat, és követnek engem. Természetesnek kell lennünk a bizonságtételünkhöz, hogy halljuk a megváltónk hangját. Halljuk az ő szavát, ahogy hozzánk szól. Elsődlegesen az ő szaván, az ő igéjén keresztül. Ehhez használunk is kell az ő igéjét. Ha nem nyitom ki a Bibliát a hétköznapjaimban, mondván, hogy nincs rá időm, akkor hogy szólítson meg belőle az Úr? Hát ő nem fogja kinyitni nekem külön, azt nekem kell. Azt én tudom megtenni, rám bízatott, hogy kinyissam, és ne csak kinyissam és ránézek, hanem készek legyek abból tanulni és meghallani az Isten szavát. Ha nem beszélgetek vele, nem imádkozok hozzá, és nem csendesedek el úgy, hogy megértsem és meghalljam a szavát, akkor hogyan tud hozzám szólni? Hogyan ismerem fel, hogy Isten lelke vezet engem? Mert megteszi. Mert megteszi azt, hogy egész nap ott van velem. Ezt ígérte, hogy a testünk ugye a Szent Lélek temploma. Tehát egész nap ott van velünk. Ez azt jelenti, hogy nem kell ott mélyen elhallgattatni a Szent Lelket, lehet megengedni neki, milyen furcsa, ugye megengedem én a Szentléleknek, hogy beszéljen hozzám, szóljon napközben. Ugye ennek van egy titka, az, hogy engedelmeskedek.
Ha nem engedelmeskedek, hanem állandóan engedetlen leszek a hangnak, akkor nem is a sok zajban nem fogom meghalni. Nem tudom meghalni. De arra hívott el bennünket az Isten, hogy meghalljuk az ő szavát. Hiszen ebből estünk ki. Ádám és Éva még közvetlen kapcsolatban lehetett az Úrral, vele beszélgetett, és Jézusban ugyanerre akar Isten elvezetni bennünket, hogy megértsük az ő szavát. A szívünkhöz tudjon szólni. Többféleképpen és több formában. Hogy nem mondjuk azt, hogy nem hallom az Urat, nem értem, hogy mit mond. Hanem átéljük azt, hogy a pásztor hangját halljuk. És követjük őt. Mert tudjuk, hogy jó fele vezet bennünket. Arra, amerre kell. Arra hív el bennünket, amely fontos. Amely a legjobb számunkra. Jónással eddig minden rendben volt. Megértette az Úr szavát, hallotta azt, értette az üzenetet, sőt, elkezdte értelmezni is. Elkezdte végig gondolni, hogy ez most mennyire éri meg számára. Elkezdte Isten tanácsát, és nem csak tanácsát, hanem küldését, parancsát végig gondolni, hogy ezt most meg kéne tenni, vagy sem. A hit lépése mindig az, hogy értem az Isten szavát, megértettem, és engedelmeskedek. Így történik a megtérésem. Megértem azt, hogy Isten engem is megszólított, értem is meghalt Jézus Krisztus, engem is megváltott, és azt mondom, Uram, hogy amen. Hogy igen, az életemben is, Uram, ezre szükségem van. Amikor tudom erre mondani, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod, tisztíts meg. Ez az, amikor válaszolok számára. Engedelmes vagyok. Ez a hit lépése, hogy Isten szól, és én engedelmeskedek. Ábrahám miért a hit atya? Mert Isten szólt, és megtette. Nem kezdett el azon gondolkodni, hogy megtegyem, vagy nem. Legfeljebb azon gondolkodott, hogy Isten hogyan fogja ezt megtenni. De elindult. A legnagyobb hit próbája akkor volt, amikor a fiát, Izsákot kellett volna feláldoznia. Nem értette. De a szívében hittel ebben is abban volt, hogyha az Isten ezt kéri, akkor ő tud csodát tenni. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy úgy gondolkodott, abban a hitben volt, hogy Isten képes a halottakat is feltámasztani. És ezért indult el, mert ilyen hittel rendelkezett. Ez a hit lépése, hogy Isten szól, és lépek. Nem mérlegelem azt, hogy ez mibe fog nekem kerülni, ez kellemes vagy kellemetlen számomra, hanem lépek, mert az Isten szólt, ő bíztatott, és ő küldött. Megyek a szomszédomba, megyek a munkatársamhoz, vagy éppen vállalok egy szolgálatot, amit meg tudnék tenni, csak eddig nem tettem. Nem azért, mert Isten nem szólt volna, hanem mert kényelmesebb nem tenni valamit. De ugye nem csak az a bűn, vagy nem az elsősorban csak a bűn, hogy valami nagy rosszat teszek, hanem a hitetlenség. Az a legnagyobb bűnünk, hogy nem hiszünk az Istennek. Nem hiszek, hogy az az igaz, amit ő mond. És ebből következik az, hogy aki tudna jót cselekedni, de nem teszi. Isten bíztat rám, hogy tegyem, és mégsem teszem. Mit tett Jónás? Meghallotta az Isten szavát, mérlegelt, és rájött arra, hogy ez nem éri meg számára. Olyan néphez kell menni, aki gyűlölt, aki megérdemelte volna a büntetést, Ninive nagyon gonosz város volt, olvashatjuk is. Náhum könyvében már később az ítéletét is olvassuk. Nagyon kegyetlen harcosok voltak, és ezt Jónás biztos, hogy tudhatta, hallotta. De ráadásul nem az Isten népe volt ereve. Hát akkor miért menjen oda? Miért nem jó csak itt az imaházba lenni? Miért nem jó csak az Isten népe között? Hát miért kell neki messze mennie idegen néphez, akinek semmi köze az Istenhez? Miért akarja Isten velük? Miért akar Isten velük valamit kezdeni? Miért akarna Isten neki kegyelmet adni? Meg egyébként is azt csinálja más. És elindult, csak pont az ellenkező irányba. Hátat fordított az Istennek. Körülbelül 900 kilométert kellett volna mennie Ninivébe. Ehelyett választott egy közel 4000 kilométeres utat, mert az jó messze lesz.
Még fizetett is érte, hogy az Isten elől meneküljön. Ugye még a hajóra befizetett, valószínűleg nem volt olcsó dolog egy ilyen hosszú utazás, akkor sem, ma sem lenne, földközi tengeri út. De megtette, mert úgy volt a szívében, ő maga mondta ezt, hogy jobban gyűlölte, jobban tartott ettől a szolgálattól, mint amennyire szerette az Istent. Mint amennyire félte az Urat. Amikor az Isten szeretetünket, az Isten félelmünket fölülírja valami. Fölé kerül az, hogy én mit szeretnék. Vagy nekem mi a jobb. Akkor megtesszük azt, hogy hátat fordítunk az Isten szavának, és nem engedelmeskedünk neki. Ebben az a nehéz, hogy hozzád szól az Úr, meg hozzám. Jónáshoz szólt az Úr. És senki más úgymond nem tudta ezt. Csak ő, meg az Isten. Hajósok sem tudták, azok sem, akik vele együtt utaztak, csak akkor, amikor ő ezt elmondta, hogy mi történt. El lehet ezt hallgatni, hogy az Isten megszólított engem. El lehet úgy hallgatni, hogy más ezt ne tudja meg, és úgy gondoljuk, hogy ha hát más nem tudja, akkor nem lesz belőle a baj. Hiszen általában leginkább attól félünk, hogyha kiderülnek a rossz dolgok, hogy megszégyenülünk. De itt nem volt erről szó. De nem az a baj, hogyha megszégyenülünk, hanem akkor az, hogyha nem engedelmeskedünk az Isten szólításának, hívásának és parancsának. Jónás elindult annyira, megterhelődött, hogy a legnagyobb viharban is aludt. A hajós kapitány ment oda hozzá, hogy hogy lehet az, hogy te alszol a viharban, miközben mindenki a saját istenéhez kiáltozik. Mindenki népnek megvolt a saját istene, valakinek a tengeristene, valakinek a szárazföld istene, a nap, vagy éppen csillagok, bármi, mindenki próbált az utolsó szalmaszálba kapaszkodni. Jónás pedig aludt. Aludt az Isten prófétája. Miközben neki éppen feladata lett volna. Ő aludt. De azért, mert az Istennek hátat fordított, és éppen menekült előle. Ilyen alvó állapotba kerülünk sokszor ilyenkor. Nem engedelmeskedek az Istennek, nem tud engem használni, és aztán úgy bealszok, mint keresztény ember, mint hívő ember. Úgy ott vagyok a többiek között, csak éppen alszom. És mit mond erre az Isten ige? Ébredj föl, aki alszom. Hogy felragyogjon neked a Krisztus. Nem arra hívott el bennünket az Úr, hogy most aludjunk. Mármint lelki értelemben. Hogy másokat küldjünk el magunk helyett, hanem ha az Isten bennünket szólított meg, akkor nem alvásra hívott el. Nem tétlenkedésre. Most a nappal ideje van, mert Jézus Krisztus kegyelme, szeretete még itt van közöttünk. Ezért lehettünk mi is hívők. Hát hogyan tértünk meg, ha nem így, hogy voltak, akiken keresztül Isten meg tudott szólítani, hogy az ő szent lelkenek az üzenete eljutott hozzám, eljutott hozzád, és megértettük, hogy szeret bennünket az Úr. De nem csak itt van vége a hívő életnek, hanem itt kezdődik. Azzal kezdődik, hogy kinyílik a menny számunkra, az Isten erejének a tárháza, hogy utána az ő szolgái legyünk, a tanítványai. Hogy használjunk bennünket, ez a kincs. Nem az, hogy Jézus Krisztus által, hogy épp belépünk a mennyországba, és ott a sarokba majd meghúzódunk, hanem itt van a lehetőség, hogy szolgáljuk őt. Hogy a menny Istenét, a mindenható Istent szolgáljuk. Neki engedelmeskedjünk. Ez a keresztény életnek a legnagyobb kiváltsága. Ezért vagyunk keresztények, krisztusiak. Mert Jézus Krisztus ott van velük, és vele együtt élhetünk. Ki a saját adottságai, ajándékai szerint, amelyet az Istentől kapott, így vagy úgy, hogy ezzel éljünk, hogy ne aludjunk, úgy, hogy miközben éppen ott tombol a vihar fölöttünk, mert tombol. Ha Ninivére azt mondjuk, hogy gonosz város, hát én nem tudtam, nem is néztem utána, de talán éppen szolgáltam egy idős otthonban, elbúcsúztunk a feleségemmel, és mondtuk, hogy Szigetszent Miklósra jövünk szolgálni, akkor mondja a vezetőnek a férje, akivel beszélgettünk, hogy hát oda mentek a magyar Chicagóba. Nem is tudtam, miről beszél. Hát kiderült, hogy Magyarországon ugye a bűnügyi statisztika szerint Szigetszent Miklós vezet.
több területen, amit én nem tapasztaltam itt, főleg nem testvérek között, amikor idejöttünk, de hát ez statisztika. Tehát nem én találtam ki. Biztos, hogy sok bűn van ebben a városban is. De Isten nem azt akarja, hogy szörnyűködjünk, és a háborgó dolgok között mi meg aludjunk. Hanem miért helyezett ide bennünket? Mire hívta el a Szigetszentmiklósi baptista gyülekezetet az Úr? Ha nem arra, hogy szolgáljon és hirdesse az Isten igét. Nem csak itt bent, hanem az egész városban. Úgyhogy eljusson az Isten üzenete minél több emberhez. Hogyha valaki lesz, aki felfigyel rá, amit éppen a ninivejek megtettek, az megtérjen és megismerje az élő Istent. Erre hívott el bennünket az Úr, hogy ne tétlenkedjünk. Jónás aludt, és amikor felébresztették, akkor elmondták, hogy miért is van ez a veszedelem, és miután sorsot vetettek, kiderült, hogy hát Jónás miatt van mindez. És most jön egy döbbenetes dolog. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül. Emberek, olyanok, akik eddig egészen más istenekben hittek, nem is ismerték az élő Istent, megtudták azt, hogy van élő Úr. Hogy az Úr elől menekül. Jónás az élő Istenről beszél, a mindenhatóról. Akinek ez az újfordítású Bibliája van, amikor ugye a nagy U és nagy R betű található, akkor az Isten személy nevéről van szó, amit nem is tudunk pontosan, hogy hogyan kell kiejteni ezt a tetragrammot, az élő Úrnak a saját nevéről beszélünk. Megismerték azt, hogy Jónás valami olyat tesz, amit elvileg nem tehetne. Nem értették, hogyha ismeri az élő Urat, akkor hogy tehet ilyet? Hogy menekülhet előle? Az elől az Úr elől, amelyikről nem lehet elmenekülni, hiszen ott van a tengerben is, a tenger mélyén is, vagy akármilyen szikla mögött, hogy a zsoltáros elmondja ezt, hogy hova menjek orcád elől? Hogy tehettél ilyet? Hogy tehetsz ilyet? Ők kérik számon, a hitetlen emberek kérik számon, a hívő Jónáson, hogy hogy tehetsz ilyet, hogy nem engedelmeskedsz az Istennek, és nem azt teszed, amire ő kér. Hogy tehetsz ilyet? Hogy tehetek ilyet? Hogy lehet, hogy sóvárogva várják sokan, hogy megszólaljak, hogy bizonyságot tegyek az életemmel, a szavaimmal, és én nem teszem. Nem engedelmeskedek az Istennek. Hogy tehetek ilyet? Volt egy szolgatársam, aki lelkipásztorként úgy érezte, hogy le kell tennie, nem tudja tovább tenni a szolgálatát, valami más foglalkozás után néz, és beszélgettem vele, tiszteltem és szerettem őt, és elmondta egy történetet, amiből ő olyan többet nem tanult. Találkozott, osztálytalálkozójuk volt, és az egyik volt osztálytársáról kiderült, hogy ügynök lett, és neki is elmondta, hogy lelkipásztor volt, letette a szolgálatát. És akkor az ügynök megkérdezi tőle, hogy hogy tehettél ilyet? Szóval én, mint ügynök, ezt nem tudom megtenni. Én nem léphetek ki soha többet ebből a szerepből. Legfeljebb nem úgy szolgálok, vagy nem abban a szerepben. Hogy tehettél ezt? Ő ma esélte nekem. Hogyha te oda szegődtél az élő Isten mellé, akkor hogy teheted meg, hogy kiállsz ebből? Nem lehet. Vagyis hát úgy gondoljuk talán, hogy lehet, de valójában nem lehet megtenni. Hogy ne szolgáljam az élő Urat. Így vagy úgy. Ne legyek az ő követe, és ne legyek az ő angyala, mert az angyal ezt jelenti, hogy Istennek a követe, ott, ahol éppen vagyok, vagy élek. Jónás élete erre példa, hogy elhívott bennünket az Úr a bizonyságtétele. Elhívott arra, hogy ott legyünk, ahova mi tudunk eljutni, elmenni, hogy az Isten igéjét, szavát, szeretetét, kegyelmét ott tudjuk képviselni. Elhívott a bizonyságtétele mindegyikünket. Nem nagy szavakat kell mondani. Jónás mindössze ennyit mondott egyébként, hogy még 40 nap is elpusztul Ninive. És mégis csoda történt. Amikor az Isten igéje megszólalt, akkor ez volt az Isten igéje. Vagy
nézzük meg, hogy itt volt ez a hajó. No, Jónás engedetlen volt, de kiderült, hogy az Úrhoz tartozik. Bizonyságot tett az élő Úrról, a hajóban lévőknek. És mi történt? Megtértek azok, akik a hajóban voltak. Nem akart ezt Jónás egyébként, de mivel megint csak az élő Istenről tett bizonyságot, ott a hajóban megtértek ezek az emberek. Megismerték az Urat. Még csak nem is akarta ezt Jónás. Hidd el, bármikor, amikor az élő Istent képviseled, róla teszel bizonyságot. Nem azért, mert ez a szándékod, igenis az Isten ezt föl fogja használni. Ha Jónás esetében ezt föl tudta használni, a te életedben is. Nem azért, mert görcsösen akarjuk, hogy megtérjenek a szomszédaink, a családtagjaink, vagy bárki más. Azért, mert ragaszkodunk az élő Istenhez. És Jónás igaz, hogy engedetlen volt az Úr iránt, de az Úrhoz ragaszkodott. Tudta azt, hogy ki az ő ura. És tudott erről bizonyságot tenni. És az Úr tudta ezt is használni. Nagyon érdekes dolog ez. Nem mindig úgy van, hogy azok, akik nagyon jól beszélnek, azokat használja az Úr. Vagy tudja használni. Pécsen laktam, ott nőttem fel családommal együtt, és a szomszédomban egy olyan család lakott, ahol nálam egy-két évvel idősebb fiatal emberek éltek, boxoló volt mind a kettő annak idején, és nagyon jó válogatottig eljutottak, és hát ismertük őket, velük együtt nőttük fel a szomszédba, nagyvilági életet éltek, később az alvilágba is belekóstoltak, hát pont azért, mert olyan felépítések voltak, és hát tudták azt, hogy mi hívők vagyunk, járunk gyülekezetbe, de hát eddig jutottunk el. És később, pár év múlva én ugye elköltöztem, a teológiára kerültem, hallottam, hogy a Csaba, az idősebb testvér, a tvárjával, a feleségével együtt a gyülekezetbe jár, megtért és bemerítkezett. Hát mindenkörről gondolkodtam volna, hogy meg fog térni, csak éppen a szomszédomról nem, ott Pécsen, Csabáról, mert hát olyan ember volt, aki minden rosszba benne volt, meg egyébként is olyan hozzáállású dolog. És az egyik testvérem, fiatal ember, aki nem a gyülekezet előjárója, sőt, még talán sokaknak nem is olyan nagy véleménye volt róla, de mégis az ő szíve az, hogy annyi embert megszólított és elhívott a közösségbe, a gyülekezetbe alkalmakra. Meg tudta szólítani őket. És nem csak őt egyébként, ott az utcánkban többen is rajta keresztül eljöttek és megtértek a gyülekezetbe. Pedig nem tudott ő nagyon beszélni, nem volt evangélista, semmi más, csak kész volt arra, hogy amit ő meg tud tenni, azt megtegye. És az Isten használta. Csak azért, mert valaki engedelmes, olyan dolgok történhetnek, amit lehet, hogy el sem tudnánk képzelni. Hogy az Úr milyen hatalmasan tud munkálkodni. Isten elhívott bennünket. Mindent megadott számunkra, ami ahhoz szükséges, hogy a bizonyságtételünket megerősítse, ott legyen mellettünk. Nem kell félnem attól, hogy az emberek visszautasítanak, lehet. A bizonyságtételnek nem az a hitelessége, hogy most visszautasítják, vagy elfogadják, hanem az, hogy az Isten küldött, és engedelmeskedek neki. Nekünk ki kell lépnünk, mennünk kell, hirdetni itt a gyülekezetben, és az egész városban az Úr igéjét. Mert erre kaptunk elhívást. Különböző módon. És ezt úgy tudjuk megtenni, hogy egymást is erősítjük, és bátorítjuk. Segítjük. Hogy az ajándékaink szerint tudjuk ezt megtenni. Elhívott bennünket a bizonyságtételre. Elhívott arra, hogy mindazokhoz, akihez küld bennünket, megtegyük a lépéseket. És ha szól hozzád, szólt hozzád az Úr. Az elmúlt években, évtizedben, akkor, és emlékszel erre, akkor tedd meg a lépést, amit te tudsz megtenni. Lehet, hogy nem nagy lépés ez, csak néhány méter kell megtenni a szomszédodig, vagy éppen a munkatársadig, elhívni magatokhoz semmit, csak beszélgetni. És a beszélgetés közben előjöhet az, hogy benned milyen reménység van. Lehet, hogy egy szolgálatot kell elvállod, amit régóta tudsz, hogy már te meg tudnád tenni, de nem tetted meg. Ne legyen feléd majd az a kérdés, és ne hitetlenektől talán, hanem az élőtől, hogy tehettél ilyet? Hogy tehetsz olyat, hogy én szólok neked, és te nem engedelmeskedsz?
én elhívlak egy szolgálatra, egy feladatra, és te elengeded a füled mellett. Az élő bizonyságtétel a legnagyobb kincsünk, mert Isten jelenléte, Isten szeretete velünk van. Nem arról kell bizonyságot tenni, hogy tökéletesek vagyunk, hanem arról, hogy velünk az Úr, és él az Úr. Amen. Most szeretném, ha nagyon röviden néhányan a gyülekezetből könyörögnénk. Nem elsősorban csak magunkért, hanem azokért, akik itt ebben a városban laknak és élnek. Akiket Isten meg fog szólítani rajtunk keresztül. Akikhez rajtunk keresztül, rajtad és rajtam keresztül juthat majd el az örömhír, és az életük változhat meg. Most őértük, jöjjünk az Isten elé. Értük, hogy készítse őket, és bennünket is készítsen erre, hogy ezeket a lépéseket engedelmesen meg tudjuk tenni. Hogy az ő országa és az ő dicsősége legyen mindenek felett való. Csendesedjünk el, és egy-két testvéremet kérem, hogy hangosan is imádkozzunk. Mindazokért, akik már itt a városban, a környéken vannak, és Isten meg akarja rajtunk keresztül szólítani őket. Imádkozzunk. Mennyi, hogy nem könyörgök most ezért a városnak, a lakóért, a környéken lakókért, azokért, akikért te meghaltál, akikért te szenvedtél, akiket magadhoz akarsz hívni, akiket el tudsz érni rajtunk keresztül. Uram, nem szeretnénk hallani tőled ezt a mondatot, hogy hogy tehettél ilyet. Azt szeretnénk hallani majd a legvégén, hogy jól van, jó és hű szolgám. Uram, engedelmeskedni szeretnénk neked. Menni és tenni. Azt, amit már a szívünkre helyeztél régóta. Hogy hirdessük a te igédet. Nem aludni, és nem menekülni munkába, fáradtságba, hanem téged képviselni. Megismertünk, Uram, te szeretsz mindenkinél jobban, attól, hogy ez a szeretet égjen a szívünkbe, ez a reménység, hogy élő bizonyságtételei lehessünk a te jelenlétednek. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Amen. Köszöntöm újból a gyülekezetet, és szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek bizonysága? Olyan, ami az elmúlt napokban, héten történt vele, és érzi, és tudhatja, hogy ha megosztja a gyülekezettel, akkor épülhetünk belőle, hogy egymás hite által tudjunk növekedni, épülni. Ha van valakinek ilyen bizonysága, amiben ott van a szívében, kérem, jöjjön el, mondjál, hogy épüljünk ezáltal. Utána pedig majd a hirdetéseket mondjuk el, és együtt fogunk énekelni egy záró énekat, a 483. éneket. Bátorítok egyébként, hogy ha van ilyen gyereki, nem tartsd magadba. Ez nem az elmúlt héten történt, de úgy érzem, hogy épületes, és hát nagyon kapcsolódik az ige hirdetéshez, és ahhoz, hogy én hogy tapasztaltam meg azt, amiről most beszélt a lelkipásztor. Ugye nyáron voltak nyári táborok, a napközis, hagyományos napközis tábor, ami 6-tól 12 éves gyerekeknek szervezünk, már nem tudom, negyedik éve talán. Így előtte leültem egy héttel, két héttel imádkozni, hogy annyira így a szervezésben nem veszek részt, de imádkozok az egész táborért, és úgy bennem volt, hogy hát nekem nincs semmi ismerősöm, akit elhívhatnék ide. De aztán, mikor imádkoztam, akkor Isten így elém hozott olyan embereket, akit nem is gondoltam, hogy tényleg hát ők is ebbe a korosztályba tartoznak, és meg lehetne szólítani. Úgyhogy valósággal megtapasztaltam, hogy tényleg így szólított, hogy menjek el is, adjak nekik meghívót, és hívjam el őket. És eltelt egy hét, és elém került az a lap, amire felírtam ezeket a neveket, és rájöttem, hogy ezt így nagyon elfeledkeztem róla, de én megígértem az Úrnak, meg az Úr rám bízta őket, és most már nagyon muszáj lenne elmenni, és hát gyorsan felkerekedtem, és
így annyira érdekes volt, hogy elmentem az egyikőjükhöz, és ott a kapujuk előtt találkoztam a másikójukkal, tehát hogy nem is nagyon kellett nagyon sok fáradtságot belefektetnem a dologba, és úgy jó érzés volt, hogy megtettem, amit Isten rám bízott. Persze sajnos nem jött el egyikőjük se, ami egy kicsit úgy rosszul esett, de az érdekes az volt a dologban, hogy eltelt 2-3 nap, már a tábor előtti napon voltunk, vasárnap délelőtt sietünk az imaházba, és akkor természetesen akkor telefonál a férjem, amikor a legnagyobb készülődés van, és leteszi, és mondja, hogy hát képzeljem el, hogy jön 3 kisgyerek, akik az, amúgy egy távoli rokonjának a gyerekei, és hogy végülis nem azok jöttek el, akiket ugye megszólítottam, de olyanok eljöttek, akikről nem is gondoltuk, hogy elfognak, mert nem mi szólítottuk, vagy hívtuk el őket, hanem kiderült, hogy egy régebbi tábor résztvevőnek a szülei beszélgettek velük, és ez ilyen nagyon jó megtapasztalás volt, hogy az Úr jó. Szeretnék 2 egymástól teljesen eltérő dologról beszélni előttetek. Nagyon megdöbbentett ez a statisztika. 17. éve, hogy itt lakunk, és amikor ide költöztünk, akkor nekünk is ezt mondták, hogy Sziget-Szent Miklós egy bűnös város. Kint lakunk a Buckába azóta is, aki tudja, miről beszélek. Igen, távol van a központtól, és abban az időben vasárnap reggelente rettenetesen leterhelő volt, hogy a Gyári úton, ha még emlékeztek rá, ott volt egy hírhedett diszkó. Vasárnap reggelente témfergő, fetrengő, kábítószeres gyerekektől volt ott az út mente telített, borzalmas volt, szinte leterhelő volt, és az volt a jó, hogy ide jövünk az imaházba, és nem velük kell együtt szenvednünk, mert hát aki ezt csinálja, az biztos, hogy szenved, és biztos, hogy meg kell térnie, és meg kell változnia. Hát a rendőrség változtatott rajta, mert megszüntette ezt a borzalmas helyet. Azóta volt már minden, most éppen bútordiszkont, de ahogy ott jövünk, mindig eszünkbe jut ez a dolog. És azért valahogy arra gondoltam, hogy egy picit már azért emelkedett a szintünk, de ezek szerint a Dunántúlon még mindig Sziget-Szent Miklós egy rémes hely. Valóban vannak olyan hírek, hogy nehéz itt becsületesnek maradni, nehéz itt úgy élni, mert megkörnyékezik az embert itt is, ott is, akár egy üzletben, akár valóban vannak ilyen dolgok. Éppen ezért az a mi felelősségünk, hogy tegyünk róla, hogy minél kevesebb legyen ilyen hír, és minél jobb híre legyen Sziget-Szent Miklósnak. A másik dolog pedig, szeretném a gyülekezet üdvözletét, köszöntését elvinni. Következő vasárnap a karcagi gyülekezet 130. évfordulóját, jubileumát tartja, és erre, mint egy kicsit távoli érintettek, kaptunk meghívást, Attilát látom, elment. Néhai jó emlékezetű Patai József lelkipásztor testvér, mint Attila édesapja, ő kapott meghívást, és az én anyai nagyapám, Kolozs József testvér, aki évekig, évtizedekig volt a karcagi gyülekezet lelkipásztora, mint távoli unoka kaptam meghívást. Egész napra szeretnénk menni, szeretnénk elvinni a gyülekezet köszöntését. Köszönöm szépen!